Megkongatták a vészharangot német üzleti csoportok, melyek attól tartanak, hogy a határellenőrzés rossz hatással lehet a gazdaságra. A német kereskedelmi és iparkamara állítása szerint a vállalatok késéseket tapasztalnak, ami különösen az időérzékeny áruk, például az élelmiszerek esetében komoly probléma. Gondot jelenthet továbbá a munkavállalók szabad mozgásának korlátozása is. Az Odera Frankfurtban a lengyel határnál lévő kereskedelmi kamara azt szorgalmazza, hogy a Németországba érkező munkavállalók például a kormány által kiadott speciális igazolásokkal gyorsabban juthassanak át az ellenőrzéseken. Daniel Felscher tanácsadó azt mondja, a régióban működő vállalkozásoknak problémái vannak az ingázók munkába járásával. Különösen a meghatározott gazdasági területeken igénybe vett speciális munkaerő tekintetében. Meg kell teremteni a megfelelő feltételeket, nem veszíthetjük el az ingázókat, szükségünk van rájuk, szögezi le a tanácsadó. Helyszíni tudósítónk arról számol be, hogy egy teherszállítással és logisztikával foglalkozó szövetség képviselője azt mondta az Euronews-nak, különösen tartanak attól, hogy a határellenőrzést más európai országok is visszaállíthatják, ami katasztrofális lenne az európai belső piac számára. A német belügyminisztérium szerint a határellenőrzések célja az illegális migráció csökkentése, legkevésbé sem cél, hogy az intézkedések érintsék az ingázókat és a vállalkozásokat. A Német Szállítási és Logisztikai Ipart képviselő szövetség szerint az ellenőrzések növelhetik a vállalatok költségeit, ami magasabb árakat eredményezhet a fogyasztók számára. A szövetség vezérigazgatója azt mondja, lehetnek forgalmi dugók vagy késések, ami miatt gondjaik lesznek a vezetési és pihenési időkkel, magasabbak lesznek a költségeik, így magasabb árat kell kérniük a szállításért, ami tényleg nagy probléma. A szövetség bejelentette, ha valóban lesznek késések, lobbizni fog az Európai Bizottságnál, hogy hozzon létre speciális sávokat, hogy a legtöbb teherautó megkerülhesse az ellenőrzést, illetve hogy a bizottság inkább az unió külső határainak szigorúbb ellenőrzésére összpontosítson.